Viktor, mit hagytál otthon? A lelkesedésem. Geri, mi történik? Hozták a csomagjainkat. Dani, mi történik most? Sorállás van. Gerikém, mi a helyzet? Minden rendben. Pár óra is kezdődik az első verseny a 19-es szezonba. És milyen verseny lesz ez? Egy török egynapos, kicsit dombos, első 50 sík, utána rámegyünk egy körpályára, és 4 darab hegy lesz benne, 2,2 kili, 7,2% átlag, 108 fős mezőny, 18 csapat, 6 főkkel. Kíváncsian várom. Mi a feladatod? Feladatom eljutni a végéhez. Aztán megnyerni a versenyt. Aztán balról a borsodi bulldozer kerül. Ennyi. Ez nincs is több kérdésem. Köszönöm. Marci, mi történik most? Én felpakoljuk a kerékpár szállító Neoplan buszra a bicikliket. Aztán indulunk a versenyre. Itt külön gondoskodnak a kerékpárok elszállítására. Nem nekünk kell vele bajlódni. Kezdek megrogyni. Edzés hiány. Nem a legjobb. Megy, Bandi. Sima. This is running on empty.
Esik az eső, süt a nap. Szarra áztunk. Akarja leadni a vezetést? Nem tudja. Előmaradt. Megrogytam. This is running on empty. Szép az idő. Elfáradtam. Többiek még mennek fél órát kb. Én már befordultam, mert megrogytam. Geri, mikor raksz rendet? Legközelebb. Viktor, mit keresem? Karszáramat. A kalibrálás nagyon fontos. Lukótól tanultam. Na, nem hiszem el. Képzeld el, amikor mész esőbe, 6 fok, tudod? Villámlik, esik az eső, üti a szemedet a víz, befárásodsz, nem érzel semmit, a kezed így mozog, és akkor állítsál azon a berohadt Ultegra finom állítón, ami annyira finom, mint egy borsószem. Annyira. Kettő elég? Ádám. Dani, mi a terv már? Szétoszolni mindenki. És ez mennyi idő alatt? Lehetőleg 5 perc alatt. Miki, miért késtél?
Nem késtem. Nem, mi? Mennyi az idő? Hány óra? Bandi! Így 1 óra 10 perc után, hogy érzed magad? Egész kellemesen. Már csak ilyen 8-9 óra van hátra. A vacsora végét célzom meg hazaérésnek. Dani, hogy érzed magad így 2 óra 24 perc után? Egész jó, bővebben nem jó. Viktor, mit tettél most? Figyeljétek, a levelepett dolgokat így átfogó, azok megtanították, hogy alufóliával kell csomagolni. Na, török mézet, ne. Főleg úgy, hogy lefújjátok róla azt, amit nem ragad össze. Úgy sem szedtem be reggel a vasomat, szóval így megettem egy ilyen 5-6 gramm alufóliát. 2 óra 20 perc, 25. megálló. Péjé! Hogy esik a biciklizés így 4 óra 54 perc után? Szarul. De nagyon. Van még 500 méter a szállásig, és nem vagyok biztos benne, hogy ezt meg tudom tenni. Szóval milyen volt a tegnapi verseny? Nem volt egy nehéz verseny, meg nem volt túl bonyolítva. 4 kört mentünk, csak oda-vissza át a tengerparton. Szóval ahhoz képest még unalmas is volt. Szerencsére nem volt se szél, se semmi. Jó átlag lett. Minden rendben volt, dolgoztak a srácok. Én pihentem hátul a mezénybe, mert nekem kellett volna spintelni, csak hát nem jutottam el odáig, és most ezt fogom kifejteni. Elmentünk 20 kili, a vége előtt top, minden rendben, bika, lábak, minden. 10 kili, az is top. 5 kili, Marci, Dani, én találtunk, full, mondták 5 kili van. Egyre bikább voltam, éreztem már a célvonal illatát, de 2 kilinél jöttek a Balkán pi emberek, elvitték a kerekem, arra beszorítottak, rám borítottak, rossz utat választottam, elment az egész, 500 métertől már csak Anschlussba gurultam. Szóval nem jött össze. Nagyon nem. És hát elégedett gondolom nem vagy, de, de mérges vagy erre az egészre? Igen. Jó, és minek tudható ez be? Ez a, ahogy nem sikerült? Hát erőnek semmiféleképpen nem, mert nem azon múlt, nem erőn. Hát rossz döntés. Rossz döntés, talán kicsi rutin, hogy ilyen nagy káoszba, sprintbe, nagy káosz sprintbe melyik oldalt választom, vagy ilyenek, hogy tényleg ez szerintem. Mm. Jó van. Na, köszi. Most leestél? Most komolyan leestél? Ne csináld! Fenn vagyok még, nem? De leestél a földre! Jó, a földre! Na várjál, jövök, megmentelek.
Szóval Ádám, elégedett vagy a Dacia-val? Nagyon jól megy. Keveset fogyaszt, jól az úton. Csak ajánlani tudom. És a lengés csillapítás milyen? Hát, lehet változtatni sportbeállításra, vagy ilyen komfort kit módba. Eszünk sütit is. Szóval Marci, harmadik lettél szombaton. Gratulálok. Meséljél. Köszönöm. Nagyon hideg napunk volt. Nagyon fáztam. Körülbelül az utolsó hegyen szétszakadt a mezőny. 25-en maradtunk el. Ment a lószparádé. Egy minszkes elment 10-zel a vége előtt. Majd utána ketten egy svájcival ugrottunk föl. 4-jel a vége előtt és 1 kilivel a vége előtt értük utol. Onnan meg, hát szokásomhoz híven elrontottam a sprintet, de nem baj, legalább dobogós lettem. Akkor elégedett vagy az eredménye? Tulajdonképpen igen. Jól van, és a formáddal? Azzal is. Rendben. Csapatmunka milyen volt? Tökéletes. Jól van. Köszönjük. Köszönöm.